Sok szeretettel köszöntöm advent 4. vasárnapján a gyülekezetünket, szülőket, a hittanús tanulókat, az apostol szavaival is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyától, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és most rendhagyó módon a hittanosainknak a kis előadásával fogjuk kezdeni Isten tiszteletünket. Ők készültek egy rövid műsorra a karácsonyi történetről, úgyhogy fogadjuk őket egy sorot.
sötétségtől, mint hátra hörpölte. Sötét éjszakában a fényesség izzott, magasról messziről szép zene is hangzott. Előbb feloljottunk, estünk aztán térre, megijedtünk nagyon íszott hangulében. Thank you.
feltámasztása áldásékkal Jézusének egymával. Na valahogy én is mondani egy imád, köszönjük, hogy szeretsz, és megváltozni a minket. Hogy neveled ellenségének megjelenés, hogy előtted
cselekednél rettenetes dolgokat, amiket nem vártam. Leszállnál, és előtted a hegyek elolvadtál. Hiszen öröktől fogva nem hallottak, és a fülükbe sem jutott, szem nem látott más Isten, te kívüled, aki így cselekszik azzal, aki őt várja. Eléve mély annak, aki ő rend és igazságot cselekszik, aki utaiban rólad emlékeznek. Íme, te felgerjedtél, és mi védkeztünk, régóta így vagyunk. Megtartatunk-e? És mi mindjárt olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint a megfertőztetett ruha, minden igazságunk, és elhervadtunk, mint a falon mindnyájan, és álomságaink, mint a szél, hordának el bennünk. És nem volt, aki segítségül hívta volna nevedet, aki felserkenne és belé fogózni, mert országra terjedt tőlünk, és álomságainkban minket megolvasztál. Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi Sár vagyunk, és Te, a mi alkotunk, és a kezed munkája vagyunk, mi mindnyájan. Ó, ne haragudjál, Uram, feletté, és ne mindörökké emlékezzél meg álomságainkról. Íme lát, kérünk, mindnyájan, a Te néped vagy. Kedves testvérek, az adventi időszak ezt a várakozásra szól, ezért az utóbbi vasárnapokon a várakozásról szóltak a prédikáció, hogy mit mond erről a témáról a Biblia. Kell várni, és ha igen, akkor kire, mire kell várni, hogyan kell várni, sokféle kérdés felmerül. Maga a várakozás azért érdekes téma, mert eléggé kettős megítélés alá esik az emberek között. Egyrészt nem szívesen várakozunk, mert szeretünk mindent azonnal megtudni. Közhelyen számít, hogy felmerül a világ, de a várakozás szempontjából ez biztosan igaz. Nem szeretünk sorban állni, ne kelljen várakozni, amit csak lehet, minél előbb kapjuk meg, meg lehet rendelni az ajándékokat az interneten, a futár két nap alatt kiszállítja, és akkor nem kell a boltban tülekedni. Lehet gyors étterembe lenni, és akkor nem kell várni. Elkészül a fogás, lehet instant elkészítő ételeket főzni, és akkor még gyorsabb, nem kell várakozni. Nem azt mondom, hogy ezek rossz dolgok, csak szeretném, ha látnánk, hogy a várakozásra így tekintünk rövid távon, hogy ez nem kívánatos dolog. Minden minél gyorsabban menjen végbe. Ha csak lehet, akkor kerüljük el a várakozást. Hosszabb távon viszont már úgy tűnik, hogy az embereknek egy nagy része mégis vár valamit, vagy vár valamire, vagy legalábbis vágyódik erre. Ez gyakorlatilag a reménység. Mindenki reménykedik valamit benne, és azt várja. Az emberek várják, hogy legyen fejlődés, várják, hogy legyen valami változás, várják, hogy legyen javulás, forduljon minden jobbra, forduljanak jobbra a körülmények, és ezt várják. És van egy ilyen utopisztikus, egy ilyen tökéletesség utáni vágy, és erre való változás az emberekben, csak azt kell mondanom, hogy ez általában elég alaptalan. Alaptalan ez a változás, mert hiába várjuk azt, hogy jobb lesz. Hiába várjuk a fejlődésnek az eredményei, hiába várjuk, hogy időben javul a helyzet, hogy majd az idő megoldja, mert úgy tűnik a történelemből, hogy nem oldja meg az idő. Várták a helyzet jobbra fordulását régen is, tekintsük csak az elmúlt századra, várták az emberek a 20. században is, hogy biztos jobb lesz, mint világháború, atombombák, kommunizmus, fasizmus, szélsőséges diktatúrák, gazdasági világválság, rakétaválság, és sorolhatnánk, hogy mennyire fordult jobbra a helyzet. Hát nem fordult jobbra. Az idő nem javítja meg azt, hogy elmondom. Sőt, azt látjuk, hogy valójában egy kiszámíthatatlan, hogy mit hoz a jövő. Hogy mit vár. Még az időjárás alakulását sem tudjuk igazán pontosan megmondani. Ha nem én, hanem a szakértők, a meteorológusok. Nem tudják pontosan kiszámítani a gazdasági helyzetnek a jövőjét sem. Vannak találgatások, valószínűsítések, statisztikák, de az ember az képtelen arra, hogy megmondja, hogy mi várható, mert vagy az lesz, vagy lehet, hogy nem lesz. Lehet, hogy a szöges ellentéte következik be. Tehát vágyunk arra, hogy legyen valami biztos pont a jövőbe, ami után lehet vágyakozni, amit elérhetnénk, egy ilyen bizonyos
valahogy tényleg milyen lenne, ha beletekinthetnénk, hogy mi fog bekövetkezni. És aztán sok ember tényleg várja ezt, hogy na hát ezt mondta a horoszkópó. Most ebben a hónapban jó eséllyel rátalál az életszerre. És akkor erre érdemes várni? Hát én szerintem nem. És a Biblia szerint sem. De maga a vágy, azzal nincsen baj, mert ugyanez a vágy, hogy legyen mire várni, ez jelenik meg Ézsaiás profétánál. Ebben a részben, amit itt felolvastam, csak hogy Ézsaiás nem arra vár, hogy az emberi jóslatok és jövendőlgetések beteljesüljenek, hanem ő egészen konkrétan az Úrra és az Úr ígéretének a beteljesülésére vár. Ezzel kezdve, hogy bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnád, bárcsak eljönne az Úr, bárcsak leszállnál ide közé, mondja Istennek. Tehát Ézsaiás az Úr eljövetelére várakozik. Egyébként hozzáteszem, hogy az Adventus Dominiből származik, ez a kifejezést használunk, ami azt jelenti, hogy az Úrnak az eljövetele. Tehát a prófét arra vár, hogy Isten megjelenik az emberek között, ami egy különleges eset. Itt azt írja, hogy csodák és jelek kísérik, hogy még a hegyek is megolvadnának Isten előtt. És azért jön Isten, hogy megjelentse az ő nevét, még az ellenségeinek és azoknak is, akik nem ismerik őt. És erre a pillanatra vár Ézsaiás, csak hogy itt az Úr eljövetele, az még a profétában is felvet egy nagyon fontos kérdés. Amikor mondja, hogy bárcsak eljönnek, hogy baj, ha leszállnál ide közén, akkor utána hozzáfűzi ezt a kérdést, hogy vajon, ha Isten eljön, akkor megtarthatunk-e? Vajon ha eljön, akkor megtarthatunk-e? Vajon mi lesz az eredménye? És mi lesz a következménye az Úrral való találkozásnak? Tehát az a tisztában van a próféta, és nekünk is tisztában kell lenni, hogy akad egy komoly probléma az emberek körében, amit úgy nevez a Biblia, hogy a bűn. Az ember bűnös. Itt ez fejlődik a Ézsaiás, hogy mindjárt olyan tettünk, mint a tisztátlan. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elheradunk mindjárt, mint a falevél, bűneink elsodognak bennünket, mint a szél. Nincs, aki nevedett segítségül hívnám, vagy aki buzgón ragaszkodnék hozzá. Mindannyian olyan vagyunk, mint a tisztátlan. Ezzel kezdve. Olyanok vagyunk, mint azok az emberek, akiket Mózes törvénye, akik átadnak ide is, de kitiltott Isten jelenlétéből, az Isten tiszteletéből. A templomban nem mentünk be, a tisztátalan nem. És azt mondja Ézsaiás, hogy mi is mindannyian ilyenek lettünk. Mint akik nem járulhatunk Istennek. Ilyenek lettünk azért, mert nem az Úr akaratát tesszük, hanem ellenszegünk. Ezt jelenti a bűn. Nem feltétlenül kell bankot rabolni hozzá, elég, hogyha megszegjünk Istennek az akaratát. Vegyünk egy példát, Isten azt mondja, hogy szeretsz a fel barátodat, mint magad. Most megnézhetjük, hogy mennyire szeretjük egymást. Ő azt mondja, hogy szeretsz az Urat, a te Isten. De mi nem szeretjük. Nem is igazán törődünk vele. Nem foglalkoztat, hogy mit mond, nem olvasunk fel. Nem. Bibliát, a szabát, nem is igazán imádkozunk. Inkább csak ilyen jajgatással használjuk az Úrnak a nevét. De, ahogy mondom, Isten azt parancsolja, hogy szeres fele barátodat, mint magad. És akkor látjuk, hogy én megy az emberek, és mi van benne? Megvetjük, utálkozunk, gyűlölködünk, magunkat elfogadjuk a hibáinkkal, ezt éppen rám mondjuk, hogy hát mi ilyenek vagyunk, ilyenek születtünk, ilyen a személyiségem, de a másik. Hát az hogy lehet? A másik felett azonnal pálcát tudni. Ma például a hazánkban a legtöbb ember feljogosítva érzi magát, hogy utálattal tekintsen arra, aki nem az ő politikai nézeteit vallja. Mert az a másik az mi? Te narancs, te meg vörös, a kommunista meg a stb. Hogyha valaki más politikai nézeted végül, ő maga, akkor rekedjenek a kultúrát. Ez szemben is, de az interneten aztán biztos, hogy találkozunk. Hát így azért, hogyha egyszerűen figyelembe veszük, akkor nem olyan meglepő, hogy azt mondja Ézsaiás, hogy minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Minden igazságunk, minden jóságunk az ilyen szennyes. Foltos. Mert a bűn az minden tettünkre, minden gondolatunkra rányomja a bélyét. Hát az Urat várhatnánk, de az a kérdés, hogy mit eredményezne. Vajon megtarthatunk-e? Vajon megállhatunk-e egy Isten színnel? Vagy Isten jogosulnak érve. Ennek a kérdésnek a megválaszolásában fontos szerepe van a karácsony.
lenni bízunkért, hogy ő elküldte az egyszerű fiát. Jézus Krisztus születés egészen egyedi esemény, mert nem történt soha ehhez fogható, vagy ehhez hasonló. Ez nem egy ilyen mítosz, nem mese. Számos beszámoló itt a Bibliában, és azon kívül is történelmi feljegyzések igazolják és támasztják alá, hogy Betlehemben 2000 évvel ezelőtt világra szóló dolog történt, mert megszületett a mese. Nem csupán egy baba a sokhoz ül, hanem Isten fia. És ő azért jött, hogy ezeket a bűnös embereket, akik olyanok, mint a tisztátlanok, akiknek olyan az igazság, mint a szennyes ruha, hogy ezeket az embereket ő megváltsa. Jézus küldetése a Golgotai keresztény út, nem csak ott a jászoló bölcsői, hanem a Golgotai kereszt. Azért született meg, hogy utána majd az életét adja ért. És azért jött el, hogy a bűn menje magába. És a bűnnek a következményét, a halált hordozza, hogy azt elszenvedje értünk, és helyettünk. A bűn hatalmat vett az embereken, az első volt bennünknek, mint a szél. De Jézus Krisztus pedig hatalmat vett a bűn. A bűn felett. És azért jött, hogy megoldja ezt a megkötözöttséget. Mi olyanok vagyunk, mint a szennyes ruha, de ő olyanok, mint a patala. Tökéletesen és tisztán és bűntelenül él. És ő mégis elcserélte a ruhát. A ruhánkat, a mi szennyünket azt ő magára veszi, és azt fölveszi a Golgotai keresztre, és feláldozza magát érte. És ő pedig a patala tiszta ruháját ránk ölni a benne bízókra. Ézsaiás pedig az álmosságainkról is ír, a bűneinkről, mert ez az, amivel rendelkezünk, nekünk csak ez van. Jézus Krisztus ezzel szemben maga az igazság. Mondta is magára, hogy az út, az igazság és az út. És ő mégis azért jött, hogy a maga igazságát nekünk ajánlózza. Tehát Ézsaiás kérdése, hogy Uram, ne haragudj ennyire, és ne emlékezzél örökre, ami bűneinkre, tekints le rá, mindannyian, hogy a népet vagyunk, ez mind meghallgatásra került. Ez megvalósult, amikor eljött Jézus Krisztus. Tehát Jézus magára vette a haragot, elvette a bűneinket, és a tenger mélyére vetette őket, és mindenki, aki bízik benne, és hisz benne, az valóban Isten népének a tagja lesz. És most visszautalva a várakozásra, ez úgy kapcsolódik hozzá, hogy az Urat nem hiába várt. Nem hiába várták már Krisztus elesett. Mert Isten megígérte, hogy el fog jönni a szabadító, és nem hiába várták rá, mert valóban megszületett. Már eljött. Az Úr várás az nem egy olyan bizonytalan dolog, mint ezek a jóslatok, vagy bármi, amit az emberek ki tudnak esetleg számítani. Az Úr ígérete az nem olyan, hogy vagy bejön, vagy ne. Majd meglátjuk, hogy mit hozzá jön. Az Úr ígérete sziklaszilag, bomba biztos. Megbízhatunk abban, amit mond, mert Jézus és maga a karácsony a bizonyíték arra, hogy Isten nem a levegőbe vesz. És nem csak találkozott, hanem ígéretet tesz, és azt ő meg is valósít. És ráadásul Jézus Krisztus megígérte, hogy ő visszajön, és akkor újjá teremt minden, és ez volt nekünk is akkor a várakozás. És még itt azt szeretném megemlíteni, hogy még mielőtt a saját várakozásunkat érnék, egy izgalmas tényező az, hogy nem csak az embereknek, hanem Jézus eljövetele halála és feltámadása, az ő mennybemenetele után, magának Istennek is van egy ilyen várakozáshoz kapcsolódó állapota, álláspontja. Azt írja Péter apostol, hogy nem késik az Úr az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszantű életünk, nem a karba, hogy némelyik elveszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jutunk. Nem azt mondom, hogy Isten vár, mert a várakozásnak van egy ilyen passzív jelentése, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy Isten fogta a kezeit, karba tette, hátra, és akkor mindentől rá tud bízni a dolgot. Az igen nem elmutat, és nagyon is aktív, most is munkálkodik, most is megszólít embereket, hív, hitet ébreszt az embereknek. Megnyitja a szíveket, megnyitja a szemeket, megérteti az igét. De mégis egy ilyen időszakra utal, egy ilyen várakozásban lévő időszakra utal ez, amikor Isten hosszan tűr. Türelmes és eltűri a világban zajló dolgokat, még a gonoszságot.
megvalósítsa, beteljesítse. Várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenése. Írja Pál apostol. Várjuk, hogy Jézus Krisztus megjelenésével véget érjen ez a mostani nyomorúság, amiket ebben a testben tapasztalunk. Várjuk a fiúságra, a testünk megváltására, mert üdvösségünk reménysége szokott. Írja szintén Pál. Az Úr Jézus Krisztus várjuk, üdvözítőjük, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testét. Megszabadít a betegségtől, a fájdalomtól, a nyomorúságtól, amiket itt látunk. És majd másodszor a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják az üdvösséget. Úgyhogy erre buzdít bennünket a Szentírás, tartsátok meg magatokat Isten szemében. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva, ami Úrunk Jézus Krisztusnak írva már az örök életet. Ez egy olyan biztos pont, amit lehet várni. Hadd zárjam ezzel, hogy nekünk van mire várni. Ha az igére hallgatunk, akkor van mire várni. Nem a híradóból, nem a magazin horoszkópjából, hanem a Szentírásból tudjuk meg, hogy mire érdemes várni. Mert ez teljesen biztos. Ebben bizonyosak lehetünk, hiszen adott rá biztosítékot Isten adott. Pontosan így lesz. Adott rá biztosítékot, amikor eljött az ő fiam. És mi bízunk Jézusban, erre hívok mindenkit, hogy bízunk benne, és várjuk az ő visszajövetelét, amikor elveszti a halált örökre, és letörli az Úristen a könyv hullatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott, és szólnak a manapon. Íme, Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, ez az Úr, akit mi várjuk, örüljünk és örvendez szabadításra. Azt kívánom, hogy az Úr Isten végezze ezt bennünk, így tudjuk őre várni. Testvéreim, most imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hadd dicsérjünk téged és magasztaljuk azért, hogy 2000 évvel ezelőtt ott hagyva a te mennyei dicsőségedet, megüvesítve magadat, emberi testet öltöttél, és mint egy kisbaba megszülettél erre a földre. Dicsérjünk téged azért a nagy szeretetért, és azért a nagy kegyelemért, hogy te mindezt azért tetted, hogy minket, gyarló és bűnös embereket megválts, hogy megszabadíts. Dicsérjünk azért, Úr Jézus, mert te mindezt még akkor tetted én, amikor mi még mit sem tudtunk róla. Te mindezt azokért végezted, akik ellened és az atya ellened lázadnak, akik megszegítettek a te törvényedet, parancsolatokat, akik szemre mennek a jóval. De köszönjük, Urunk, hogy neked van arra hatalmad és erő, hogy ebből az állapotból, ebből a nyomorúságból, a bűnből kiszabadíts bennünket, hogy megold ennek a köteleit, és magadhoz emelj bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy ezt el tudod végezni ezen a földön. Meg tudod velünk láttatni, hogy az az út, amelyen eddig jártunk, hogy ez az élet, amelyet korábban éltünk a hiába valóságban, az valójában a kárhozattal vezet. Köszönjük, Urunk, hogy te meg tudsz állítani ezen az úton, és magad felé fordítani bennünket. Kérünk, add meg nekünk, hogy valóban rád emelhessünk, lelki szemeinket, áttekinthessünk ott a Golgotai kereszten, hiszen te vagy szabadító Urunk. Köszönjük, hogy így tekinthetünk a karácsonyra, a tőled megjelent szeretetet az ünnepére, és köszönjük, hogy így erőt meríthetünk szeretetekből, és mi is szerethetjük egymást. Szeretettel fordulhatunk embertársunk felé. Adj nekünk ehhez békességet, bölcsességet és alázatosságot. Hadd kérjünk, Urunk, gyülekezetünkért, gyülekezetünk épülésére. Köszönjük, hogy itt lehetünk már ezen a helyen, a templomban, hogy itt magasztalhatunk téged. Kérjünk, hogy te építs bennünket, testileg, lelkileg, tartsd meg minket magad mellett,
kérjük tudunk az idősekért, a betegekért, a szenvedőkért, te erősíts meg őket, kérjük a nehézségeik között, és tartsd meg őket magad mellett, és ha lehetséges, adj gyógyulást, vagy felépülést. Köszönjük, Urunk, hogy rábízhatjuk országunkat, a népünket, és hogy rábízhatjuk minden keresztény testvérünket. Kérünk, hogy a nehéz idők ellenére hadd maradjunk meg te melletted, hadd tartsunk ki a hitben. Köszönjük, hogy így várhatunk téged, hogy így kérhetünk, és tudjuk, hogy te biztosan meghallgatsz bennünket. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. És pedig fennálló fogadjuk Istenünk áldását. Békesség, testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem unuló szeretettel szeretik, ami Úrunkat, Jézus Krisztus. Foglaljuk helyet, kedves testvéreim, és hirdetéseket hallhatunk, mondjuk el. Hadd kérdezzem először is a gyülekezeti alkalmait, a héten csütörtökön mi szokott rendszerint megtartjuk fél hattól a bibliaórát, oldalsó teremben, illetve Szent Este teszik Isten tisztelet délután 4-től, és karácsony első és második napján is lesz Isten tisztelet délelőtt 11-től, karácsony első napján úrvacsora osztásra egyébként lesz Isten tisztelet. Illetve szeretném kérdezni, hogy itt a kis előadásunk és ünnepségünk kapcsán egy kis szeretett rendőrséggel készültünk, ilyen süti és kort víz, vagy hasonlókat készítettek itt a testvérek, úgyhogy majd az oldalsó teremben mindenki bármilyen és a szeretettel nem kell elszaladni, maradjunk egy kicsit együtt és beszélgetni. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, most pedig Isten tiszteltünk zárás.